Üdvözlöm Önöket, Losonci Kata vagyok. Vállalkozói magazinunkat látják. Ez a Célpont. Hömpölyög a kábítószer a szigeten, ezt mindenki tudja, ez egy nyílt titok. Egyértelmű, hogy rendőri vezetők részt vettek ebbe a korrupcióba. Lecsapták, mint a taxiórát. Őrszobán a vállalkozó, futtatók a kifutó közelében. Prostikkal, kenőpénzzel, flotta kedvezménnyel vette meg a taxis partner a reptér menedzsereit. A béke szigete. Rendőrmentes övezet a hajógyári. Szórakozott a hatósággal a diszkókat üzemeltető vállalkozó. Fizetést kaptak a sünök, hogy ne dolgozzanak. Célpontban a rendőrség lefejezése és a hatósági közeg. Gyúrunk vagy kutyát sétáltatunk? A rendőrök és az éjszakai élet urai között virágnyelven ez azt jelentette, hol találkozzanak. Gulyás Imre a Nemzeti Nyomozóiroda szervezett bűnözés elleni főosztályvezetője, Hopka Lajos az NLI osztályvezetője, 2008-ban az év rendőre, Koblenc Attila a BRFK kiemelt felderítő nyomozója, és Kalmár Tamás a BRFK közrendvédelmi főosztályának vezetője. Nagy nevek, főtisztek. A gyanú szerint mind az alvilág szolgálatában. Az ügyészség szerint a főrendőrök az éjszakai életben csak Vizóként ismert Vizovicki Lászlónak dolgoztak. Az NNI-sek milliós, a BRFK-sok több százezres fizetésért. Részükre több százezer vagy éppen milliós idézőjeles fizetést biztosított annak érdekében, hogy egyrészt biztosítsák a szórakozó helyei nyugodt működését, azokat ne érje különböző rendőri intézkedés, másrészt a konkurenciát viszont rendőrintézkedésekkel, raziákkal vegzálják, lehetetlenítsék el. Vizó nevét a fővárosi éjszakában mindenki ismeri. Éttermeket, bárokat, nightclubokat és szórakozó helyeket üzemeltetett, több mint 40-et. De nem csak a fővárosban vannak érdekeltségei. Úgy tudjuk, Debrecenben is több szórakozó helye van. Az egyikben nemrég súlyosan bántalmaztak egy vendéget. Vizovicki pályázott a debreceni Aranybikára is. A sünök egyik feladata az volt, hogy védjék ezeket a helyeket. Elintézzék, hogy ne legyen igazoltatás, razzia. Nem is volt. Ezt állítja az az egykori rendőr, aki csak név és arc nélkül mert nyilatkozni. A járőrútvonalakat meg az ellenőrzéseket nagyon komoly rendőri vezetők, vagy nagyon komoly értékelő elemző tisztek, főtisztek, kapitányok, főkapitányok határozzák meg. Nem lehetett rá járőr autóval elmenni a sziget előtt. Az alsó rakparton sem. Amit lehetett tudni, meg lehetett látni, ha rendőrszemmel nézem, akkor ugye a folyamatos rendőrporta. Itt a sorompon belül nem lehetett bemenni járőrautóval. Szolgálatos rendőr nem mehetett be. Roland is sportázott a szigeten. Aki ott volt, dolgozott és látta, így én is volt, hogy láttam, a kábítószerkereskedelemnek gyakorlatilag nyílt útja volt. A szigeten. Hát... Ez mit jelent? Roppant egyszerű után az, hogy ismert kábítószerkereskedő arcok folytatták a tevékenységüket a táncoló tömegben. Ezt... Nyíltan? Nyíltan. Vannak bizonyos helyek, a hajógyári sziget szórakozó helyei belül, ahol tudja az ember, hogy... üdítőitalt, meg italt vásárolhat, meg tudja, hogy hol lehet vásárolni kábítószert. És zavartalanul ment ez. Zavartalanul. Nem most, nem a múlt hétvégén, hanem 15 éve. Ugyanezt állítja az egykori operatív tiszt, a Kattáni kommandó vezetője, Labanc Ferenc is. Ezt a dolgot körülbelül 10-12 évvel ezelőtt már meg kellett volna lépni. Az Óbudai sziget az egy ilyen elszigetelt, Las Vegas-szerű képződménye volt Budapestnek, ahol nem kellett félni, hogy rendőr jön, ahol majd a Vizó emberei intéznek mindent, ahol gátlás nélkül lehet venni a kábítószert választék szerint. A fővárosi éjszakában mindenki tudta, hogy a hajógyári drogos hely. A Célpont korábbi adásában már láthatták,
hogy körülbelül 30 másodperc alatt lehetett anyagot venni. Saját egészségügyi, úgymond osztaga volt már a diszkóknak, hogy a túlpörgött gyerekeket, a túlpörgött fiatalokat rendbe tudják valamilyen szinten pofozni. Tehát úgy, hogy egyáltalán haza tudjon menni. Vizót és emberét a hajógyári szigeten fogták el, de Kápszert most nem kerestek a rendőrök. A Vizovickinél tartott házkutatás során úgy tudjuk több mint 400 millió forint készpénzt, és egy engedély nélkül tartott éles lőfegyvert is találtak. Labanc 20 évvel ezelőtt találkozott először Vizóval. Én 1992-ben egy szórakozó helyen már úgy konfrontálódok ezzel az emberkével. Egyébként egy elég apró termetű valakiről van szó. Már akkor én úgy konfrontálódok, hogy két ukrán vigyáz rá. Ez 1992. Ezt a mi Vizoviszki Lacinkat egy jól megtermett Máté Szalkai cigánygyerek úgy összeverte volna, hogy a franc kieszi. Ő emberileg, fizikálisan egy némand, tehát nincs is miről beszélni. Ő azért volt valaki, mert volt annyi, meg gondolom még mai napig is, van annyi pénze, hogy megvegye maga mögé az erőt. Megvegye azokat az embereket, akik gátlás nélkül pénzért bárkit bármilyen szinten összevernek, vagy bármit csinálnak. Tehát a Vizovicki az nem keverendő össze azokkal az éjszakai figurákkal, akik önmaguk is kivívták önmaguknak a becsületet. Úgy tűnik, volt elég pénze nem csak testőrökre, de rendőrökre is. A 30 napra előzetes bevágott rendőrök ártatlannak vallották magukat. Kalmár minden tagad. Az tény és való, hogy Varga Istvánnal ő tartotta a kapcsolatot, egy viszonylag jó ismerősi kapcsolat volt közöttük. Úgy tudjuk, Kalmár és Vizó jobb kezének számító Varga István vagy a hajógyári szigeten a K-hídnál, vagy a Gubacsi híd melletti fitnessteremnél találkozott. A telefonban csak annyit mondtak, hogy kutyát sétáltatunk vagy gyúrunk. Így egyeztették a helyszínt. Ezeken a találkozókon semmiféle pénzátadás nem volt. Találkoztak, iszogattak, beszélgettek. Úgy tudjuk, Kalmár elismerte az ügyészeknek, hogy Varga többször kért tőle bizonyos dolgokat, de azt állította, soha nem teljesítette ezeket a kéréseket. Varga úr időnként említett ügyfelnek egy-két szórakozó helyet, amikor az álláspontja szerint nem működik megfelelően, de ügyfelem ezzel nem törődött. Ennek ellenére a konkurens szórakozó helyeken, például a fővárosi H&M klubban, a Playben vagy épp a Cinema Hallban folyamatosan razziáztak a sünök. A gyanú szerint Hopka azt is elintézte, hogy egy debreceni rivális szórakozó helyet a Deepet bezárják. Hopka nem csak ebben segített Vizónak. Az ügyészség szerint bűnügyi információkat is adott az éjszakai élet ismert alakjának, és többször is megakadályozta, hogy nyomozás induljon ellene. Vallomásában nem szolgált részletekkel, mert állítása szerint titoktartási kötelezettsége van, ami azt is jelentheti, hogy fedett nyomozóként épült be a maffiába. Egy ilyen ember, most már mint vezető, nagyon sok titkot tud, úgymond, és titok hatály alá tartozó cselekedete van, viszont ez azért rossz most nekünk, mert amíg a titokgazda ezt fel nem oldja, meg van kötve a kezünk a védekezést illetően. Információink szerint Hopka más alvilági körökkel is igen jó kapcsolatot ápolt. Úgy tudjuk, a diósdi kettős emberölés és százhalombattai olajlopás elsőrendű vádlottjának, Szövő Károlynak annyira jó ismerőse volt, hogy gyermekének ő lett a keresztapja. Kalmár nem védekezhetett titoktartással. Azt mondta, olyan jól keresett a rendőrségnél, hogy nem volt szüksége a havi félmillás fekete pénzre. Jó anyagi körülmények között élt. Tudni kell, hogy a feleség és a rendőrségnél dolgozik. Kettőjüknek a fizetése valamivel 1 millió forint fölött van. A főrendőrök minimum 4 éve álltak kapcsolatban Vizóékkal, tehát 2008-ban Hopka úgy lett az évrendőre, hogyha igaz a gyanú, akkor már az alvilág pénzelte. Sőt, 2010-ben Hopka és Kalmár is átesett egy C-típusú átvilágításon, és annak ellenére, hogy akkor már évek óta szoros kapcsolatban álltak az alvilággal, mindketten megfeleltek. Az egykori rendőrök szerint, ha a Nemzeti Védelmi Szolgálat végigviszi az ügyet, sok főtiszt feje húhat még a porba. És nehogy azt higgyük, hogy ez a két-három rendőri, vagy két rendőri vezető, aki most a hétvégén elő lett véve, ők beleültek egy olyanba, amiben az elődei is benne ültek. Mindenki tudja. Olyan szinten volt arcátlan a dolog, hogy az ember még ráadásul bizonyos körökben ezt hirdette is, hogy
érinthetetlen, megvette a teljes vezetés, stb. Stb. És, hogy milyen érdekes, hogy a dolog erre is mutat. Mert hát ugye hallottuk, hogy letartóztattak most már 4 embert. Hát és a többi letartóztatás, a 3. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi vonala, hogy nem téved be soha a Szigetre. A kábítószervonalon miért nincsenek fejek leesve? Miért nincs lekaszabolva az ottani vezetés? Hát hömpölyög a kábítószer a Szigeten, ezt mindenki tudja, ez egy nyílt titok. Az ártatlanság vélelme a belügyminiszter szerint sem jár nekik. Egyértelmű, hogy rendőri vezetők részt vettek ebbe a korrupcióba, pont olyan rendőri vezetők, akiknek a feladata az, hogy a bűnözés ellen küzdjenek. A korrupt főtisztek lebukása után a rendőrök előveszik a hajógyári szigeten gyanús körülmények közt elhunyt fiatalok aktáit. Egy tavaly decemberben 1 éves fiú ügyében már el is rendelték a nyomozást emberölés gyanújával. Az ügyészségnek is az az álláspontja, az a véleménye, hogy emberölés megalapozott gyanúja miatt rendelje el a nyomozást a rendőrség. Információink szerint a rendőrök ezen kívül 2 másik, nemrégiben történt különös haláleset aktáit is előveszik, és elrendelik bennük a nyomozást. Annak ellenére, hogy a nagyfőnök Rács mögé került, a hajógyári teljes kapacitással működik. Ezen a hétvégén a rendőrök talán már razziázni is mernek majd a szigeten. Ez volt a célpont. Bűncselekmény esetén ne a rendőrséget hívják. Nekünk írjanak a célpont kukac.